Hát nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a Kisvakon csatornán. Hát épp a már tavaly részletesen bemutatott málna szörp készül. Ez most az első adag, de nem sokára már jöhet a második berakása is, azzal a hideg módszerrel, amit a videóban mutattam, meg amit ennek a videónak a végén majd megint megmutatok egy felugró ablakban, aki szeretné megnézni, hogy hogyan készül sok éves receptbe vált recept. No, ugye most este van, és azt találtam ki, hogy holnap reggel egy olyan nem szokványos kertszemlét fogunk tartani, ahol is meg fogom mutatni, hogy mi az, amikre ilyenkor szoktam ügyelni. Július lesz ugye egy-két nap múlva, amire ilyenkor figyelni kell, bizonyos kártevők ilyenkor jönnek, és megmutatom azt is, hogy hogy szoktam ezeket felfedezni, kiszűrni, rájuk készülni, illetve tenni ellenük, és akkor esetleg talán valakin segíteni is tudok ezzel. Hű, de gyönyörű színe van. No, akkor hajnalba megyünk a kertbe, még munka előtt, és körülnézünk. Na, elsőként az uborkához jöttem ki. Hogyha megnézzük, a fenti levelek milyen szép zöldek, jönnek rajta az ubik gyönyörűen. Viszont az alsó levelek jól láthatóan sokkal sárgásabbak, árnyaltabbak. Most ez mindenképpen valaminek az oka, de nem gombabetegség. Az ubit általában a lisztharmat támadja, úgy attól fehér lesz, a kézzel dörzsöljük leszedhető, vagy a peronoszpóra. Az meg olyan lesz, mintha mondjuk vízfestékkel festette volna meg valaki a levelet, aztán vízcseppeket cseppentett volna rá, amitől ilyen szétmosódó foltok jelennek meg a levélen. Látszik, hogy itt ilyen smiről szó sincs. Tehát gombabetegséggel nincs problémája az ubinknak, viszont az alsó levelek, ha a felsők mellé teszem, jól láthatóan szenvednek valamitől. Apró pöttyök, ilyen barnás, száraz pöttyök vannak a levél felületén. Hát ez ilyenkor vagy trips, vagy atka. Félretesszük, mindjárt megvizsgáljuk. Hozunk még egy levelet, szintén alulról. Látjuk, fenti levelek egészségesek, lenti levél viszont pöttyös, problémás, sárgul. Na, nézzük meg. Ugye ide hoztam egy mobiltelefont szabad szemmel, nagyon jól megvizsgálható, vagy mobilra ráütögetve, de egy ilyen fekete felületen mobiltelefonnal filmezni nekem talán még könnyebb. Megfogom a levelet, és oda csapom. És azt hiszem látható, van az a nagyon pici fehér valami, ami körbe-körbe rohangál, azt kérem szépen egy atka. Ez a hosszúkás itt, az pedig egy trips. Itt is itt egy atka. Látjuk? Az egy atka. Ez a hosszúkás itt, az egy virág trips. Mind a kettő szívogat. Sőt, nem is biztos, hogy virág trips, de trips az mindenképp. Tehát mind a kettő egy szívogató élőlény, és az atka az ennyire pici. Na most ilyenkor mi a helyzet, hogyha atkát fedezünk fel? Hát ugye szabad szemmel nem látszik egyértelműen, annyira pici, de telefonnal ránagyítva ott látszik a trips, és ott az atka. Ugye az ott. Az ujjamhoz mérten látszik a mérete. A másik levelet is nézzük meg, ezen mi van. Hát ezen is atkák. Meg trips. Az mondjuk egy trips. Tehát amíg ilyen hosszúkás, az trips. Amíg olyan pontszerű, mint például az ott, az is trips, ez hosszúkás. Az a pontszerű, az atka. No, kérem, mit kell ilyenkor tenni a zubival? Hát lehet olyat is csinálni, hogy békén hagyni. Az atka nagyon gyakran
csak gyengíti a növényt, de nem pusztítja el teljesen. Azt fogjuk észrevenni, hogy ezek a csúnya levelek elkezdenek terjedni, ahogy szaporodik az atka. De nem minden esetben légzi ki a növényt. Úgyhogy lehet ezzel semmit se kezdeni. Lehet egy nagyon biológiai megoldás is, hogy megpróbáljuk szappanos permetezéssel lemosni a nagyját és visszafogni. Lehet egy olyat is csinálni, hogy a némfa olajával, ném olajjal, vagy valamilyen ném készítménnyel, amiben benne található ez a, ha jól emlékszem, azodiraktin nevű szer, fújni. Ugye ez teljesen biológiai, pusztítja az atkát. Meg lehet próbálni vegyszeres védekezést is. Lehet használni különböző olyan, tehát nagyon sok atka elleni permetszer van, de minden engedélyköteles. Egyedül én, amit általában találni szoktam, ez a flumite, amivel szokás befújni. Az a baj, hogy kétszer fújni flumitével már nem jó, mert az atka megszokja és immunissá válik rá. Úgyhogy jó kombinálni. Ugye a flumite az egyik verzió, a másik pedig nem jut eszembe a neve, de mindjárt megmondom. Na, beugrott Nisorum. Hát kellett egy fél perc, mire leesett. Még nagyon korán reggel van, még a kávét se ittam meg. Úgyhogy, de a méhecskék már dolgoznak. Erre nagyon oda kell figyelni mostanság. Ugyanezt a színelváltozást nagyon gyakran megtaláljuk a padlizsánon is. Az is nagyon szokott atkásodni. Sőt, a trips sem ritka vendég rajta. Na, mutatok még valamit, amit tegnap este vettem észre, de hogy erre is szoktam figyelni ilyenkor. No, hát még kettő dolgot szeretnék itt megmutatni a kertben, aminek most jött el az ideje, kártevő. Az egyikhez a babot ajánlom figyelembe. Nekem van egy ilyen furcsa tapasztalatom, nem biztos, hogy mindenkire igaz, nagy könyvek nem írják, de hát nekem mégiscsak van egy ilyen személyes tapasztalatom. Az én kertembe, amikor elkezdenek feltűnni a poloskák, az elsősorban a málnán, és másodszorban a babon jelennek meg. Úgy is mondhatnám, hogy egyfajta bölcsőnek, óvodának használják a babot. Úgyhogy amikor a bab szedésre kerül a sor, hát így július legelején, június utolsó hetébe a leszedett babhüvelyeket mindig nagyon-nagyon figyelmesen megnézem, és most két darabot itt ide készítettem a kezembe, hogy meg is tudjam mutatni, hogy mi az, amit keresek. A bab felületén ilyen hegeket, ilyen barna foltokat keresek, végig megfigyelhető, tehát innen fentről egész a szártól, ha jól látjuk. Ezek a sötét foltok, amik megjelennek a babhüvelyeken, de a másikon is, hogyha ezt az oldalát nézzük, láthatóak azok az aprócska foltok rajta. Gondolom jól kivehető, és pont a bab magasságában van ezen az oldalt is, itt pont az ujjam hegyénél látható az a furcsa, sötét színű pötty. Ez kérem szépen nem más, mint poloska szívogatás. Ilyenkor a babra szokták általában, legalábbis még egyszer mondom, én ezt tapasztaltam, a poloskák letenni a petéket, és itt kelnek ki az új nemzedék, ugye? Úgyhogy amikor én a babot szedem, és ilyen pöttyösödést, tehát ezt látom rajta, akkor azonnal elő is készítek már egy üveget, és innentől fogva esténként, amikor a kertbe sétálok, azt mindig magamhoz veszem. És ha látok poloskát, akkor pöccintem bele az üvegbe, ugye egy kis víz van meg, hát legújabban én egy ilyen kanálnyi olajat szoktam még beletenni, egy ilyen pilleszerűen a víz tetején lifeg, és egyrészt nem büdösödik be, mint a szappanos víz, hogyha gyűjtöm bele a poloskákat, nem kell minden nap kimosni. Másrészt pedig azonnal megöli az is a poloskákat. És akkor elkezdem őket gyűjteni, úgyhogy a babra fokozottan felhívnám a figyelmet, hogy ezt figyeljük. Ugyanakkor pontosan ugyanebbe az ágyásba meg tudom mutatni a második dolgot is, amire most már el kell kezdeni figyelni. Ugye a legutóbbi videóban mutattam, ahogy a kis karalábé palánták erősen liszteskések voltak, és lemostam szappanos vízzel, hát az eredmény az megmutatható. Egy-kettő darab szárnyas liszteske maradt, de az összes olyan, ami szivogató a levélre volt tapadva, tehát szárny nélküli, azoktól, mint az látható, sikerült megszabadulni. Viszont
Egy másik probléma ütötte el fel a fejét, láthatjuk, hogy milyen likacsos a levél, és a probléma is látható, az a kis fekete rovar ott, amit ha oda teszek az ujjamat, lehet el fog ugrani. El is ugrott. Ezt kérem szépen a levélból, ha ugye átugrott oda. És ez rágja ezeket a csúnya kis karikákat bele a levelekbe. Úgyhogy hát visszafogtuk a liszteskét, de hát fél siker, korán örültünk. Jött a levélbolha, és ez őszig velünk is marad. Mit lehet a levélbolha ellen tenni? Hát főleg ilyen kánikuláris nyári időszakban. Ugye oda jutottunk, hogy pont az M1-en a Szatmár Németit, az én szülővárosomat, meg ugye ahol élek, mutatták az M1-en, hogy milyen kánikulával küzdünk. Hát itt óriási asszály van, kánikula. Levélbolhának ez kedvez, mint ahogy kedvez nagyon sok más dolognak is, például az atkának. És a megoldást is már meg tudom mutatni. Én már tegnap hozzá fogtam kirakni a levélbolha csapdákat. Ami abból áll, hogy a káposztafélék mellé ócska léceket teszek le. És itt most szándékosan nem tettem végig, a másik ágyásban már végig van lécezve, ebbe az ágyásba csak egy darab, ilyen körülbelül 2 méter, 2,20-as lécet tettem le, és arra már nincsenek téve. És hát azért van, mert szeretném bebizonyítani azoknak, akik kételkednek ebbe a módszerbe, hogy igenis működik. És meg fogom mutatni egy hét múlva egy kertszemlés videóba, hogy ide, ahova letettem ezt a lécet, itt mennyi lesz a levélbolha, és milyenek lesznek a frissen hozott levelek, hogyha mennyire lesznek lukacsosak, és meg fogom mutatni azokat a példányokat, ahova már nem tettem le a lécet, hogy ott még mindig hogy néznek ki a levelek. Szóval a pofon egyszerű a trükkje, egész egyszerűen egy ócska, hát itt most egy volt ajtó alkatrész darabot lefektetek, és erre egér ragasztó, tehát van egy ilyen egérfogó ragasztó, csíkot húzok végig, ez egy nagyon-nagyon olcsó dolog, most forintban mondom, egy 300 forintos dolog. Rátűz a nap, én a tegnap este helyeztem ezeket ki, rátűz a nap, felforrósítja ezt a ragasztót, tehát szét fog teljesen terülni, és a léc teljes felülete egy ilyen iszonyat ragacsos valami lesz. Ellenáll az esőnek, egyetlen dolog, amire ügyelni kell, hogyha nagyon nagy zuhé jön, tehát látjuk az időjárás előrejelzésbe, akkor két téglát szoktam alátenni, és megemelem egy 10 centire a földtől, hogy a felcsapódó sár lényegében ne kenje túlságosan be. Nagyon hosszú hónapokig, mondhatni szeptember-októberig ragacsos marad, és végigvédeni fogja a káposztaféléket ettől a nagyon kellemetlen levélbolha dologtól. És még egyszer mondom, ez egy tesztelt dolog, bevált dolog. Itt is épp a levélbolha rágja a lukat. Ott a levélen. Pont ott van. Na most hogy működik ez az egész? Hát ez úgy működik, hogy amikor jártam, keltem be, erre járok, olyankor adok egy egy sallert a leveleknek, levélbolhák szétugrálnak és belekerülnek ebbe a ragacsba. És innentől fogva így gyérülnek. Ennyi lényegében a megoldás. Nagyon egyszerű, pofon egyszerű, nem mérgezek semmit, nem fújok semmit. És be fogom következő videóban mutatni, hogy mennyire eredményes. Tudni kell, hogy biokertészetben úgy szokták ezt csinálni, hogy van egy ilyen nagy ronydarab, egy ilyen zászlószerű, hát zászlónak is hívják lényegében, egy ilyen vászon, jó ragacsos, ilyen ehhez hasonló ragacsos tucca be van kenve, és azt ketten megfogják, egy megy azon az oldalt, egy megy azon az oldalt, és a sor fölött végig húzzák így párhuzamosan a sor tetejével, és a bolhák, hogy ugrálnak, beleragadnak, és így szokták például gyéríteni a bolhákat ökológiai kertekben. Tehát nagyon jó módszer, még egyszer mondom, esőálló, hőálló, mindenálló, és nagyon-nagyon olcsó. Hát mondom, egy 300 forintos tubussal gyakorlatilag én hát egy olyan 50-60 darab karalábét megvédek probléma nélkül. Na de majd ezt még egyszer mondom, hogy az elejére letettem, és alrább ide már nem tettem, és akkor meg fogom tudni mutatni, hogy mennyire volt működőképes. Tehát meg tudjuk majd nézni a különbséget, milyen ott, ahol van, és
milyen ott, ahol nincs. Tehát ez a másik dolog, amire most felhívnám a figyelmet, ez a kánikuláris meleg, ez jót tesz a földi bolhának, sok lesz vele a baj. Hát mára ennyi, mert túl hosszúra nyúlna a videó. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és akkor a legközelebbi viszont látásra.